Lassan 10 éve hunyt el, emléke azonban mai napig élénken él nem csak családja, barátai szívében. Aki ismerte, szerette Farkas Schulz Tibort. A legendás lemezlovas, műsorvezető és rocktörténész tiszteletére emléktáblát avattak a belvárosban. Az ünnepségen Farkas Tibor özvegye is megemlékezett férjéről. Szerette mindenki egyrészt, másrészt ő is nagyon szerette ezt a várost, meg az embereket, meg a zenészeket, és figyelemmel kísérte, és amikor például a könyvét írta, akkor azt mondta, hogy azért kell leírni ezt, mert ezek az emberek megérdemlik, hogy maradjon fenn róluk valami. És én úgy gondolom, nem én, hanem mások, akik ezt eldöntötték, és létrehozták ezt a mai eseményt, meg kezdeményezték, támogatták, hogy amit ő tett, és ez közel sem csak arról szól, hogy a zene, egyáltalán nem, hogy annak alapján ezt ő is megérdemli, és miután az én életem része volt, azt kell mondjam, gyakorlatilag 15 éves voltam, amikor én őt megismertem. Most nem mondom mennyi, szóval persze, hogy fontosnak tartom, örül a szívem. Farkas Schulz Tibor nemzetközi hírű lemezgyűjteményével a helyi zenekarokat is segítette. Ezeket hallgatva tanulták meg a zenészek a külföldi dalokat. Tudását nem öncélúan használta. A legkisebb településekre is eljutott zenei előadásaival. Rádiós és televíziós rocktörténeti sorozatokat készített. Több pályakezdő DJ mentora volt. Azért nagyon fontos ez az emléktábla, és azért nagyon fontos a Schulznak az emléke, mert Schulz és az ő hozzá hasonló véleményvezérek is, azok az emberek, akik újat mutattak az embereknek kultúrában, zenében, Schulz nyilván nem, egyébként Schulz nem csak zenében, mert például ugyanúgy lehetett vele beszélgetni a divatról, vagy a képzőművészetről, vagy nagyon sok mindenről, de akkoriban nem volt internet, nem volt YouTube, nem volt Spotify, nem jártak a nyugati magazinok, egy másik rendszer volt, teljesen zárt világban éltünk, és ő általa jutott hozzá mindenki nagyon sok újdonsághoz. A magyar zenekarok, vagy a nyíregyházi zenekarok többsége, szerintem ezt mindenki egyetért, aki nyíregyházán csinált valamit, hogy akkor Schulztól kérték el a lemezt, megtanulták a zenekarok a számokat, és úgy tudták lejátszani. Szóval ő egy egész ilyen kulturális hullámot indított el országosan is. Az önkormányzat egy civil kezdeményezést és felajánlást támogatott. A helyszínt is barátai választották. Az egykori Kolumbia volt ugyanis az első szórakozó hely, ahol Schulz napi rendszerességgel dolgozott DJ-ként. Örülök, hogy végül, hát mi öregek ki tudtuk ezt harcolni, hogy neki legyen egy ilyen emlékműve. Itt ezen a helyen, ami egy kultikus hely, 72-ben, amikor még rockzenét csak a Szabad Európa rádióból, meg a luxemburgi rádióból lehetett hallgatni. Itt ő elővette az eredeti angol lemezeket, és feltette a lemezjátszóra. Hát ez maga volt a csoda. Az emléktáblát Turi Török Tibor keszthelyi szobrászművész készítette, aki a 70-es évektől ismerte Schulzot. Az alkotás napszemüvegben ábrázolja Nyíregyháza ikonikus alakját. Az emléktábla az Egyház utca 1 szám alatt, az egykori Kolumbia falán tekinthető meg.